A II. Világháborút követő megtorló intézkedésként a Felvidékről 1945 és 1947 között körülbelül 51 ezer magyar deportáltak Csehországba. Nyitott, fűtetlen marhavagonokba zsúfolták őket, azt se tudták, hová mennek. A Simonyi Bolyán Árpád is köztük volt. Itt laktunk, innen deportáltak ki. Árpád bácsi 6 éves koráig ebben a szülei által bérelt házban lakott. 1947. januárjában innen hurcolták el őket, mondja. A családot sorstársaikkal együtt felpakolták egy katonai teherautóra, és a legközelebbi vonatállomásra vitték. Itt, a feledi rakodóvágányoknál volt a gyűjtőtábor. Volt itt síros, rívas, mindegy. Ezt el lehet képzelni. Micsoda jajveszélykelés. Szóval nem lehet azt leírni. Azt nem lehet leírni, azt csak ott lehet élni. Árpi bácsi akkor 6 éves volt, a rettegés beleívódott. Az emlékek most is kínozzák. Megbocsátani már régen megbocsátott. Felejteni nem tud. Eltereltek ide bennünket erre a rampára, ide kitolattak a tehervagonokat, kinyitottak a ajtókat és betereltek mind a marhaokat a vagomba. Annak a rettentő télnek hidegbe a népet így hajtottak be, rangzartak a dajtót, hogy meg ne tudjunk szökni, mert be is lakatolta. A 4 fős Bolyán családot Jihlavánál tették ki, onnan szánnal vitték őket Hencsovba, csehül egy szót se tudtak. A kitelepítéssel kapcsolatos iratok ebben a borítékban lapulnak. Árpi bácsi édesapját a lovakhoz osztották be, édesanyját a fejőnők közé. Ez a 2 fotó a deportálás idején készült. Azelőtt a szinte lakhatatlan ház előtt állnak, amit kiutaltak nekik. A házba se ajtó, az ablak kiverve, egy szék nem volt, egy asztal, egy gyógy, semmi. Ma össze voltunk fagyva, pedig szegény anyám a dunnóba csavart, amikor mitta muraködi lóval, Jihlavaró ki, szemünk ködé hanta havat, olyan nagy hó volt. Összefagyva, meggémberedve, nem tudom, hogy honnan nem, apám, valahonnan összeszerzett egy pár darab tűzifát, és a ház közepén rakott tüzet. Eleinte a helybeliek is nagyon tartózkodóak voltak velük, a kocsmában ki se szolgálták őket, aztán mindez enyhült. Bolyánék 2,5 év után mégis úgy döntöttek, hogy hazaszöknek, meséli az idős férfi. Így kerültünk azt a jémébe, a Rimaszécsi vasútállomáson szálltunk le, és ott oda szóval, szó szerint majdnem mondhatnám, hogy oda mentünk elbújni, mert még mindig féltünk attól, hogy fognak keresni, mivel szöktünk, és visszavisznek. Hál' Istennek nem így történt, a jénei emberek még nagyon jó emberek voltak. Ad akkor azt, hogy befogadott, segítőkész volt. Közben a rendszer is enyhült. 1949-ben Bolyánék felvették a csehszlovák állampolgárságot, és hivatalosan is itthon maradhattak. Azt, hogy miért kerültek a kitelepítettek listájára, sose tudták meg. Hát egyesek azt mondják, hogy adokot vitték ki, vagy adik voltak feltüntetve, akiket kulaknak nyilvánítottak. Hát mi nagyon messze álltunk a kulaksághoz, mert nemhogy kulakok, ha szegénységbe éltünk abban az időben, meg különösen. De hát nem tudom én se, a mai napig se, nem mondja senki, hogy mégis, hogy milyen okot adtak erre, hogy kit vittek ki. Hát ki volt itt háborús bűnös? Olyan, akik kivittek oda kényszermunkára, apa, anya, meg én, egy 7 éves gyerek, meg egy 5 éves a húgom, hát ezek háborús bűnösök? Így pecsételtek meg bennünket, bélyegeztek meg. Bolyán Árpád bácsi most 72 éves. Eddig nemhogy kárpótlást, de bocsánatkérésre kapott a történtek miatt. Szlovákiában a magyarokat és németeket háborús bűnösnek minősítő és jogfosztásra ítélő Benes dekrétumokat máig nem törölték.